A Hevesi Művelődési Központban tartották meg kerekasztal formájában azt az esélyegyenlőségi fórumot, melyen részt vett a térség több településének, így többek között Boconát, Heves, Heves vezekény, Tarnaméra és Zarán képviselői, valamint Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is. Véleménye szerint azok az önkormányzatok, amelyek hajlandóak együttműködni, több lett forráshoz jutnak ezen a területen. Azt azért tűztük ki, hogy Heves és térségében minden területen, minden formában fejlesztünk, és az ország egyik legjobban fejlődő területe, régiója szeretnénk lenni. Ez vonatkozik munkahelyteremtésre, ipari parképítésre, vonatkozik kerékpárútaképítése, az utak rendbetétele, turisztikafejlesztés több formában, a közintézményeknek a fejlesztése, egy szóval minden olyan terület, ami csak hozzátartozik a társadalmi létünkhöz. A képviselő szerint a cél egy olyan jövőkép kialakítása, melyben a térség nem csak a megye, hanem az ország egyik legfejlettebb régiójához fog majd tartozni. Az esélyegyenlőség kimondottan arról szól, hogy a térséget fejlesztjük, mondta Szabó Zsolt. Azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok maradjanak itt, minél több rendezett, rendes családi porta alakuljon ki, a települések összképe az pozitív irányba változzon, és gazdaságilag érezzék az emberek, hogy mennyire fontosak az ország számára, és mennyire értékteremtő munkát végeznek. Az esélyegyelőség, az kimondottan arról szól, hogy a térséget fejlesztjük. Ez nem egy-egy ember, nem egy-egy család, nem egy egész térség, egy egész komplexum. A megnyitó beszédek után Pájer László, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője vette át a szót, aki a társadalmi felzárkózás átfogó programját mutatta be különböző ábrák, diagramok és statisztikák segítségével. Demográfiai adatokkal mutatta be a térséget, a megyét és a járásokat, majd felvázolta egy társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program modelljét.